A folyamatos erdész zaklatásokról, a megleckésztetésekről több helyről érkezett jelentés. Alig maradt erdész felső háromszéken, aki felmerészkedett volna egyedül az erdőbe. Ismertem őket. Hát ugye erdész voltam, az erdészeket erősen rendezték, puskaik volt rendesen, és ők örökké éjjel benhaltak ott felső csillatomba. Egy hájt, ugye, fajta felett. Reggel mentek ki a botparnyokat ataja, úgy volt, úgy mondták a pusztának a botparnyokat ataja, és ott megterítették az asztalt, a pálinkás üveg előttig, ittok, beszélgettek minden. Én pedig ugye hallottam, hogy ebbe a részbe ezt csináltak, másik részben is azt csináltak, az erdészt megverték, és elvették a puskáját, és minden. Én nem mertem hordozni, mert nekem meg volt a vadászpuska. Hát, vettem egy fészit, és elmentem, seprágot szedtem, és ott jöttem be az utcán, hónyom alatt egy ilyen seprág. No, hol járt? Tata, no. Hát mondom, egy néhány seprágot szedék, mondom, most kössek egy seprűt, mondom. Mondom, hát az mondja, nem fél, azt mondja, a pusztaiaktól. Hát mondom, én nem bántom őket, ők sem engem, akkor mondom. Hát mondom, nem. Nem félek, mondom, mert nincs mit féljek. A nép panaszaiból táplálkozva egy listát is összeállított a két ostobai legény. Akárcsak a legendás hírű betyárok, a szegény, kiszolgáltatott embereket ők sem bántották. Nekik elsősorban a kommunista vezetőkkel, a túlbuzgó erdészekkel, a milícia és a szekuritáté fizetett besugóival volt bajuk. Ezek nevei kerültek fel a listára, őket nem kímélték. Ezen a vidéken is járkáltak ők, védték az itt élő embereket a pártosok túlkapásai ellen, és egy kicsi erőt is adtak, egy kicsi bizakodást is adtak az itt élő lakosságnak, csernátoni embereknek mondjam úgy, mert hiszen ha erősen vakarózott, ahogy mondták annak idején, vagy terítezette a pártitkár, akkor ezek intették, figyelmeztették, hogy itt vagyunk, és vigyázzatok, mennyire sanyargatjátok a helyi lakosságot, mennyire éltek vissza hatalmatokkal, mert mi azért időnként lelecsapunk reátok. Tehát ők nem voltak banditák, nem voltak népellenesek, a székelység mellett állottak itt mindig, a jogaikot védték, mondjam úgy, de semmiféleképpen nem ott tudtak azonosulni azzal, hogy itt mi történik, hogy itt az embereket bántalmazzák, a vagyonaikból kiforgatják, akkor induló termelőszövetkezet vagy kollektivizálás ellen mindenféleképpen felemelték a szavukat, mert hiszen vagyontalaná tették itt az embert. Földön futóvá tették, mondjam így, és ugyanakkor annyiféle bántás érte lélekben az itt élő székely magyarságot, hogy ők támogatták abban, hogy valamiféleképpen ne fussuljatok, ne féljetek. Itt vagyunk, a hátotok mögött vagyunk. Az 1950-es évek elején háromszéken is tovább folytatódott a kollektív gazdaságok erőszakos felállítása. Központi nyomásra növelni kellett a kollektivizálás ütemét, és a kuláknak minősített gazdák javait elkobozták. Elvették a malmot, malmunk volt, elvették a cséplőgépünket, cséplőgép volt. Mindenünket elvették, és voltunk ketten, két testvér, mert a harmadik testvéreg volt nősülve. Elzültünk, nagyon elzültünk, részegesek lettünk bánatunkba. Úgyhogy 700 liter szívapálinkát két hónap alatt kibeleztünk. Az elkeseredés leírhatatlan volt Kézdivásárhely környékén. A nincstelenné vált gazdákat elűzték vagy börtönbe csukták. A megtűrt földtulajdonosokat megbélyegezték, kapujukra figyelmeztető táblákat akasztottak. Most is emlékszem, és mintha látnám, ki volt írva, itt kulák lakik, ne higgy neki. Vagy pedig a gazdagabbaknál nagyobb tábla volt kitéve, oda a
a gazdának a képe, fényképe, és mellette a feleségének a fényképe is ki volt téve, és a következő szöveg volt írva. Itt kulák lakik, egy nagy kulák, a munkások legnagyobb vérszipója, minden munkás éber legyen, tovább ne higgyen neki. Ez úgy megmaradt benne. És egy éjszaka eltűntek a táblák. Azért tüntették el, mert Pusztai Dézsi tudták akkor, hogy hova mehetnek be bizalommal. Nekik is megvolt a saját tájékoztatási hálózatuk, tehát ők is tudták, hogy kik azok, akik szimatolnak utánuk, vagy akik árulkodnak, és akik esetleg kézre akarják keríteni őket. A kifosztott emberek szívesen segítették a kommunista rendszer ellenségeit. Bár nyíltan nem álltak ki mellettük, abból a kevésből, amiük volt, rendszeresen juttattak Pusztainak és Dézsinek. Közben esténként, 10 óra után, 11-kor eljöttek, mert én nálam pálinka főző volt, és adtam egy-egy üveg pálinkát nekik. Ott nem igen ültek nálam. Megkapták a pálinkáikat, és elmentek. Nekem rossz véleményem, nem lehet rég, mert én nem... Velem szemben nem voltak, durvák nem voltak. Rosszak sorbet, én is, amivel tudtam, segítettem. Sokan voltak, kik ellenünk voltak, és árulkodtak, mert pénzt kaptak. De legtöbb sajnáltak. Csak ugye úgy féltek járkálni, például, hogy mintha hazajött volna haza, vagy az édesanyjához. Ugye mindig lesték a lakásunkat. Az itt élő nép, mindenki tudott ő róluk. Titokba, lelkükbe, rejtett gondolataikba azért vigyázták őket, szemüket rajtuk tartották. Én olyat is tudok, olyat is meséltek el, hogy élelmezték is őket, titokba elhelyezték ott, ahova ők jártak, és ott ők megtaláltak a főtételt, a melegételt. Én emlékszem egy öreg nénire, Veres Ignác nénire, aki azt mondja, hogy fiam, mi annyit imádkoztunk, értük, hogy baj ne essék, hogy a Jóisten őket valamiféleképpen mentse meg, hogy ne tudják megkeríteni, ne tudják kilőni őket, vagy elpusztítani. Bujdosásuk ideje alatt Pusztai és Dézsi több esztenát is meglátogatott, ahol általában megvendégelték őket a pásztorok. Ha kedvük szottyant, még a városba is bemerészkedtek egy kiadós ebédre. Nem féltek ők járkálni, hogy kézdinna vendéglőbe megéhesedtek, mentek, hogy egyenek egy ebédét. És leültek egy asztal, merre mulatni. Cserei Sándor nevezetű őrnagy ugyanannal az asztalnál volt, és együtt ittak. Nem tudta, hogy ki is. Üldözték őket, keresték. Kikérték az ebédét. Sándor bátyám elment hamarabb az őrnagy, és ezek egy cédulkát bédugtak az asztala, Puszta és Dézsi volt itt. A bűnüldöző szervek 1953 tavaszán már nagyobb erőkkel kezdték keresni a két betyárt, akik időközben néhány fakitermelő vállalatot is megkárosítottak. Többnyire erdészként vagy vadőrként mutatkoztak be az akciók során. Figyelmüket az állami boltok sem kerülték el, melyekből általában sokkal több holmit vittek el, mint amire szükségük lett volna. Elmentek, egy üzletbe felvételeztek, leltárt írtak arról, amit elvittek, hogy az üzletesnek ne legyen problémája utána, hogy esetleg ő lopta el. Ők aláírták, és azzal elmentek, és szegényeknek osztották ki. A legemlékezetesebb vételezés Torján történt, ahol az egyes számú szövetkezeti boltot fosztották ki. A záróra következett nálunk, amikor ők oda bejöttek. Bejött Dézs is, Pusztai, amit ő összeszedett,
kihordták a csomagba, az üzlet közepébe, és kérte a zsákot, hogy rakja be, bele is rakták, és bekötözte, és két zsákot tőtött meg Jehónia, és akkor utoljára kérte a pénzt. Bár közönséges rablásnak tűnik Pusztai és Dézsi vételezése, ezt hihetetlen eleganciával oldották meg, hiszen az elvett cikkekről pontos nyugtát állítottak ki két példányban, és még arra is volt gondjuk, hogy tanúkkal is aláírassák az államiaknak hátrahagyott papírost. 1953. augusztus 9-én kis hián csak nem végleg megpecsételődött a betyár életet folytató ostdolai legények sorsa. Történt ugyanis, hogy előző nap fát hozott az erdőről a bélafalvi bicskakészítő Pál Mennyhárt. A felaprítást másnap reggelre tervezte, mivel a segítség is megvolt hozzá, ugyanis Pusztai és Dézsi a csűrében vendégeskedett. Gyorsan vágták ezt a fákot, ott az udvaron. Ugye elfoglalták magukat, hogy nem vették észre, amikor milicisták belezzák a kapun. Nem tudták, hogy ki is mi, de igazolni kezdték, hogy igazoljak le. Ára, ugye Pusztai, én itt tudom, hogy ő volt. Kis pisztoly be volt rúgva az övébe. Menjünk a pulóver alá, itt van, ott van, addig, hogy elkapta a pisztolyt, arra lőtt is, de előtte mint Isten is. Mint ha sorozatból lett volna egymás után a három lövés, megtörtént. Stali találat érte, úgyhogy mind a kettő ott a fákon keresztül. Na ennyi nagy bűnik volt nekik ez a két. Két halál esett. Az igazi hajtóvadászat ezután kezdődött. A helyi hatóságok mellett Brassóból és Marosvásárhelyről is vezényeltek ki nyomozókat az elfogatásukra. Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes családját, rokonait és ismerőseit több rendben vallatásra vitték a kézdivásárhelyi milícia pincéjébe, amiről a fennmaradt iratok is tanúskodnak. Egy egész csoport rendőr és szekus foglalkozott Pusztaival és Dézsivel, és komoly iratcsomót állítottak össze, és nagyon sok embert hallgattak ki velük kapcsolatosan. És nem is egy embert kínoztak meg, vertek meg a Securitate vagy a milícián. Sokat hordozták az én uramat, sokat verték. Én egy és fél évig nem tudtam, hogy hol van. Nem kívánnám senkinek, ami elvégződött velem, hányszor jöttek ide elvé az udvarunkra, éjjel-nappal. Dézsi Dénes és Pusztai Ferenc az erdők sűrűjében bujkált. Minden mozgásról tudtak, és ha kellett, több hétig nem mutatkoztak. A nyomozóknak fogalmuk sem volt, melyik részen keressék őket, de nem is akaródzott nekik utánuk járni, mert tudták, hogy jól felfegyverzett banditákkal állnak szembe. Ugyanis banditáknak nevezték őket a kommunisták, és minden rosszat rájuk hordtak, hát ha a nép mégiscsak elárulja őket. Még pénzt is ajánlottak a nyomra vezetőnek. Persze akadt is, aki feladta volna az ostdolai betyárokat, de azok idejében megneszelték a veszélyt és továbbálltak. Közben a faluban a Pusztai és Dézsi ügy okán divatba jött a hamis jelentgetés. Még egymást is bemártották a falustársak. Valakire megharagudott, elég volt, hogy feljelentette az akkori milícián, hogy látták Pusztaival vagy Dézsivel, és az illetőt addig verték, amíg ha nem találkozott, akkor is bevallotta, hogy találkozott vele. A tél beálltával egyre kevesebbet mutatkoztak a betyárok. A félméteres hóban nehéz volt a közlekedés, és a nyomok is elárulták volna hollétüket. Mindössze egy-két esetről tudnak a helyiek, amikor megjelent Pusztai és Dézsi a favágó munkásoknál. Én gyerekkoromban jártam az erdőt, már marhapásztor voltam, őröztem a teheneket. S aki az erdőt járta, az ritka volt, aki nem találkozott velik.
Szibak Jóska bácsi árdés volt. Akkor az árdészek nem márták fegyvárt hordozni maiknál. Mert úgy csináltak, hogy megfogták, a fa közé bérugták, elhajlították. Ott csofot üzött Jóska bácsiból. A fauzó csákánnyal a szekér ágosba, hogy ült, úgy ütték. Szóval ütte, mert Dézsi nem ment oda. Dézsi ritkán gyelemnek járhat. Ő ozdolán lát, hogy senki ez egy újjal nem ért. Ő egy olyan ember volt. Hogy ők hogy voltak megegyezve, ezt mi nem tudjuk. A hideg székelytelek többnyire eseménytelenül teltek a betyárok számára. Néha, hogy oldják a nyomasztó hangulatot, meglátogattak néhány erdőmunkást, akikkel a székely és a magyar himnuszt is elénekeltették. Úgy se hallotta rajtuk kívül azt senki más. Hát elnyomták nagybőszen a nemzeti dalokat, és végül büszkén néztek farkas szemet egymással a munkások és a betyárok. A kemény teleket általában megbízható ismerősök portáján töltötte a két ozsdolai cimbora, ám az ozsdola fölötti hegyekben, a Dénes patak forrásánál található barlangrendszerben is volt egy titkos menedékhelyük, amit fegyverraktárként és búvóhelyként használtak. Itt volt a bejárat. A visszaemlékezés szerint oda volt húzva egy ilyen fenyő ráma, rajta egy ilyen rossz pokróc. Az volt az ajtó. De benn volt egy kis dobkályha, és két prics, hol elfért két ember, és egy kicsi asztalka, hol étkeztek. Puszta és Dézsi, ide ezek alá, a sziklák alá belaktak volt, az 50-es évek elején. Télen ugrattak innen a szekuritárté, a katonasággal köröltek, jöttek egy hajnalba, és kiugrattak innen, de nem tudtak megfogni, mert értesítették őket, és elmenekültek. Ide kimentek kűjjel a tetőre, az a hóba beírtak, hogy megszabadultunk, megmentett az Isten, és kommunisták sorsa leszünk. Pusztai és Dézsi nevét nem volt szabad kiejteni a falusi összejöveteleken. Bár sokan tudtak a két székely betyár tartózkodási helyéről, senki nem jelentette a miliciának. Akik megjelentették volna, azokat a szájhősöket megfélemlítve gyorsan elintézték Pusztaiék. A régi sérelmeket nem felejtették el az erdőben bujkáló katonaszökevények. Boros Lajost, az ozsdolai pártitkárt sem, akinek sanyarú életüket köszönhették. 1954. augusztus 22-én Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes elérkezettnek látta az időt, hogy leszámoljanak a gyűlölt ellenséggel. Hiribbe voltak, és hiribbe beszívva pálinkáztak a gyerekek, és akkor elkeseredtek, hogy ők szököttek kellett legyenek Boros véget. Bémentek ástás. Azt mondom, Borost megvárték, jó? Boros Lainak volt egy nevelt leánya, amit az Alvaházból vettek ki. Mancikának hívták. Mancika, amikor ezt észrevette, hogy beszélnek az emberek, rájött rögtön, hogy ezek a szököttek. Óvatosan kisült az ajtón, egyenesen a rendőrség szaladt a néptanácshoz. És akkor, amire megvárték volna, végeztek volna, hogy menjenek el, arra megtámadták, ugye a miliciás, a szekimitáté. Szembe lőttek a milicisták, jobbról lőtt fentről Pusztai, és dobta a gránátot. És akkor aztán Dénest lelőtték. Másnap hajnalban a kút közelében találták meg a milicisták az alig 26 éves Dézsi Dénes holttestét. Fegyverei nem voltak mellette, menekülő társa azokat magával vitte. A milicisták, mivel nem ismerték a terepet, nem merték követni a menekülő Pusztait, inkább erősítést kértek a rajoni parancsnokságtól. A párttitkárral való leszámolás érdekessége, hogy állítólag más ozsdolai emberek is bekapcsolódtak a lövöldözésbe, akik a szökötteket védték.
Az azonban mai napig nem derült ki, hogy ki vagy kik voltak az illetők. Dézsi Dénes holttestét egy szekéren szállították a falu központjába, ahol közszemlére tették ki. Kabát zsebében több kézzel írt bejegyzést tartalmazó noteszt is találtak, amiben emlékversikéket, nyugtákat és neveket jegyzett be. Azok neveit, akikkel elszámolni valójuk volt.